Köszöntöm Önöket! A Földnapi alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, így itthon Magyarországon is. Hazánkban 1990 óta az április 22-i dátumhoz kötődően számos iskola, közösségi és civil program hívja fel a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. A kanizsai rendezvénysorozatból a HSMK sem maradt ki. Különleges tárlat várja az érdeklődőket Gerencsér Gábornak köszönhetően. A kiállítás címe is beszédes. A megsebzett édenkert kincsei. A megsebzett édenkert voltak éppen a Föld, amire nagyon kellene vigyáznunk mindannyiunknak, hiszen ugye a globális felmelegedéstől kezdve nagyon sok negatív hatás éri a Földet, pedig meg kellene a kék bolygót védenünk. Én úgy szoktam hívni mostanában már, hogy a halovány kék bolygó. Ennek ellenére nagyon sok értéke és kincse van ennek a szép Földnek. Itt egy zászlókiállítás, illetve én egy performance-nek nevezem, mert az Ég szeme címet kapta ez a látvány. Az az érdekessége, hogy úgy válogattam nemzetek zászlóit, ahogy a bolygók, mint jelképek láthatók a zászlókon. A felső íven láthatók a nap szimbólumok, tehát olyan zászlók, lobogók, amelyek központi témája a nap. Aztán az alsó ív, a szemnek voltak éppen az alsó íve, azok csillagok. Érdekes, hogy az északi félteke csillagképei eltérnek a délitől. Egy érdekességre szeretném felhívni a figyelmet. Brazília lobogója középen. Azért érdekes, mert úgy ábrázolták a déli égboltot, ahogy Rio de Janeiroból látszik, amikor este feltekintünk az égre. Aztán a déli félteke meghatározó csillagképe a délkeresztje, a Southern Cross. Majdnem minden zászlóban megtalálható ez a jelkép. Az egyik kedvencem Pápua Új-Guinea, amelynek zászlóján a paradicsommadár látható, és mellette a délkeresztje csillagkép. A tárlókban különféle emlék, fantázia és egyéb bankjegyek találhatók 5 földrészről, amelyek mind a földrészek állat- és növényvilágát ábrázolja. Egy érdekességre szeretném itt is felhívni a figyelmet a sok közül. Malawi fizetőeszközén egy vízcsapot ábrázolnak, tehát ennyire fontos az iható, az ivóvíznek a problémája, akár Afrikában, vagy másutt is. Nem csupán zászlók, fizetőeszközök, bélyegek őrzik a Föld kincseit Gerencsér Gábor gyűjteményében. Ezek további érdekességek, ez, amit mutatok. Gabon, ugye ez egy afrikai ország, amely egyébként Albert Schweitzerről is híres. Gabon egy olyan bélyegblokkot bocsátott ki, amely egy fából készült. Tehát a lokum ennek a fának a neve. A lokum az nekik a nemzeti kincsük, és annyira fontos számukra ez a fa, hogy egy emlékbélyeget készítettek magából a fa anyagból. Egy másik érdekesség Vanuatu, ez egy csendes-óceáni állam, több szigetből áll. Vanuatu egy iguánát formázott meg a bélyegblokkon, tehát az egész bélyegblokk voltak éppen egy iguána. Aztán nagyon érdekes blokk a Himalája biodiverzitását ábrázoló bélyegblokk. Tehát itt az látható, hogy hányféle nemzeti park van például Bhutánban, és milyen állatok, illetve növények vannak. Nagyon érdekes, hogy a hópárducot is felvette a bélyegblokk témájába. A hópárduc a világ egyik legveszélyeztetettebb állatfaja, a Himalájában is csak pár tucat él belőle. És akkor egy kedvencem, vannak az úgynevezett első napi borítékok, amikor valaminek az emlékére kiadna a posta egy emlékborítékot.
Ez az ENSZ által kibocsátott emlékboríték, aminek az az érdekessége, hogy a kalahári sivatagban busmanok úgy jutnak csak vízhez, hogy egy ilyen bambusz csővel a réteg, a felső réteg alá hatolnak, és voltak éppen leszívják a vizet, úgy tudnak ivóvízhez jutni nagy aszály idején. A Földnapjához kapcsolódóan általában a fiatalabb generációt szólaltatják meg, de a mi porten környékén sok aktív nyugdíjas csapat tevékenykedik, akik kiveszik a részüket a mindennapokból. A belvárosi nyugdíjas klubhoz Benedek Miklós érkezett. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy most már több mint negyed százada a Földnapjáról megemlékezünk, de végülis nem a Földnapjáról emlékezünk meg, hogy arról, hogy figyeljünk egy kicsit oda a környezetünkre. És valójában nagyon fontos az, hogy az intézmények, különösen ahol a gyermekeket nevelik, óvodák, általános iskolák, középiskolák, de természetesen az egész társadalom, vertikálisan mindenki, egy kicsit találkozzon azzal, hogy a fenntarthatóság, a klímavédelem, a tudatosság az nagyon-nagyon lényeges dolog. És erre nem lehet egy akcióval felhívni a figyelmet, hanem ennek az a lényege, hogy folyamatosan éberen tartsuk ezeket a dolgokat. A mai napon is volt korábban két előadás, amelyben a középiskolás diákok ismerkedtek a fenntarthatósággal. Most egy nyugdíjas klub, illetve a Zala-megyei Pedagógiai Oktatóközpontnak közös szervezésében és a LSMK-val ez az előadás hamarosan itt abszolválódik, és holnap pedig a Pannon Egyetemen lesz egy hasonló felkérés. És azt hiszem, hogy ezek nagyon lényeges dolgok, hogy vannak olyan emberek, akik odafigyelnek arra, hogy az alattuk vagy a irányítás alatt lévő intézményekbe, az irányításuk alatt lévő egységekbe az emberek találkozzanak ezzel a kérdéssel, hiszen olyan sok mindennel beszélgetünk, és olyan sok minden van, amely feltétlenül lesz említésre érdemes. Fogalmakról beszéltünk, fenntarthatóság, klímavédelem, fordítsuk le a gyakorlatban. Mit tudunk elmondani most momentán éppen egy nyugdíjas klubnak, hogyan tudunk segíteni a földgolyón? Én azt hiszem, az egyik legfontosabb dolog, hogy levigyük az egyén szintjére vigyük le ezt a kérdést, az egyén szintjére vigyük le ezt a problémát. Mégpedig úgy, hogy az egyén érezze, hogy nem a kormányok fogják megoldani, nem a politikusok fogják megoldani, nem a nagy cégek fogják ezt megoldani, hanem mindenki a saját szintjén próbálja ezt megcsinálni. A saját szintjén pedig az kell, hogy amikor elmegyek vásárolni, mikor kiderül az, hogy a világfelmérésben, hogy az emberek háromszor annyit vásárolnak, mint ami kellene, és annak a nagy része mind landol a szemétbe. A világ másik fele pedig éhezik. De ez most nem az a legfontosabb, hanem az, hogy az, amit eldobálnak, az is valahonnan hiányzik, és nem hasznosul. De ugyanígy a tudás, ugyanígy a jövőnk, mindegyikben nagyon fontos a fenntarthatóság, és ennek csak egy része a klímavédelem, és azt hiszem, hogy erre is mindig oda kell figyelni. Még a tavalyi évben a Magyarország legszebb konyhakertjei versenynek köszönhetően jártunk egy olyan látóhegyi birtokon, amely csendet, nyugalmat és békét áraszt. Egy nyugdíjas házaspár portájáról van szó, akik szívesen vállalták, hogy elmesélik történetüket. A látóhegyi birtokon, amerre a szem ellát, minden a házaspár keze munkája.
Csodálatos, gondozott területük van. Véletlen lett megtalálva ez a birtok, erre sétáltunk, és ki volt írva, hogy eladó, itt nem volt semmi, se épület, csak egy terület. És az épület is, meg amit itt láttak, fákat is, ez kis szatyorba, táskába lett ide a hordba, de komolyan, mert a most 30 éves fenyőket is munkáján kaptam, csemetéket, abból lett ültetve, a bokrok, a cserjék, az mind úgy lett idehozva. Tehát magunk szereztük, a tavat, azt mint beszéltem róla, a tavaly, azt magunk ástuk. Azóta, most már lassan 20 éve benne élnek a halak, igaz, hogy vittek el belőle, és nagyon kevés van már benn, de szaporodnak, jól érzik magukat. Látva ezt a természet szeretetet, a kert, a birtok szeretetét, a földművességet, az emberben óhatatlanul felmerül a gondolat. Hogyan alakult ki mindez? Örökölhették a föld szeretetét? Jó kérdés. Én vasas vagyok. Édesapám is az volt, a gépgyárban volt lakatos, én meg ott voltam művezető, de valahol azért édesanyám a sáskalány volt. Ez abból lehet, hogy abból maradt a földnek a szeretete, meg a természet szeretete. Apám is parasztgyerek volt, és úgy került be a vállalathoz, betanított lakatosnak, majd később lakatosnak. Tehát lehetséges, hogy már a vérében van az embernek ez a dolog, hogy vonzódik a természethez, vonzódik a növényekhez, meg a szabadsághoz. Itt ki lenni, ez egy elmondhatatlan jó érzés, ide kijön az ember, csönd van. Hát amikor a szomszédban nem megy a fűnyíró, vagy én nem írom a füvet, mert ugye általában azt kell csinálni, és akkor az zajos, de egyébként nyugalom, jó levegő, szeretünk ide járni. Megoszlanak a munkák? Tehát vannak olyan dolgok, ami kimondott férfi munka itt a területen belül, és kimondott női munka, ami a feleségére hárul? Igen, azért azt el kell ismerni, hogy a nehezebb munkákat, mivel nejem egy elég kis törékeny kis asszonyka, de azért megfogja, és férfiként segít mellettem, hiszen amit csináltunk, azt minden ketten csináltunk. Tehát itt nincs az, hogy én meg te, itt közös munka volt. Meg van is. De azért a fűnyírás, a fametszés, a favágás, tehát ezek a nehezebb fizikai munkák, azok enyémek, az övé pedig a kert, a gyomlálás, ültetés. És ezt szereti is csinálni. Néha úgy megfelelkezik magáról, hogy nem is akarja abba hagyni. Tehát, akkor nem eszik, pedig van érvágya. Akkor elfeledkezik magáról, mindig mondja is azt, hogy jó, fogyok ura itt a kertben, mert akkor itt kevesebbet eszek. Több évtizede a házaspár legféltettebb, legszeretettebb helye a látóhegyi birtok. De persze nem mindig volt ennyi idejük a területre, mint most, az aktív nyugdíjas években. Elfoglaltságuk most is akad bőven. Klubokba járnak, Sóstainé Ica egy társcsoport tagja is. Mégis, ha tehetik, a legtöbb idejüket a birtokon töltik. Az idő most persze most több, mert azért a gépgyárban, ahol művezető voltam, ott nem csak 8 órát dolgozott az ember, hanem azért ott a munkaideje nem járt le azzal, hogy elfújta a gyárnak a dudája a munkának a végét. Nem, hanem ott is ugye, amikor kellett, tovább kellett maradni. És akkor bizony kevesebb idő jutott a kertre. De akkor is úgy volt, hogy ide jöttünk ki, mi nyaralás helyett is. Olyan munkahely volt a feleségemnek, hogy nem igen tudott onnan eljönni, vendéglátós volt, és ott aztán se szóba, se vasárnap. És itt nyaraltunk valójában a kertben, azokban az években. Most eljöttünk nyugdíjba, most mentünk valójában nyaralni, mentünk külföldre erre-arra, de azelőtt nem igen volt rá idő, meg hát lehetőség lett volna, csak időnk nem volt rá. Szó volt már a gyökerekről. Adja magát a kérdés. A sóstai házaspár át is tudja adni mindazt, amit örökölt. Fiam van, meg egy unokám is, ez gond, mint általában fiataloknál manapság. Nagyon ritkán látom azt, hogy itt a szomszédban, vagy bárhol megyünk, hogy a
kisgyerek segít a papának, anyunak, apunak, ez szomorú. Tehát valahogy itt valamit kéne tenni ennek érdekében. Tehát jó, a család is tehet róla, mert ugye éppen meséltem azt, hogy nem igen volt rá időnk arra, hogy a munka mellett ide kijárjunk. Igen, hogy kicsi még itt elfutkosik, eljátszanak, aztán mikor már nagyobb lesz, akkor húzza a csikot a kertből. Úgy kell olyan kicibálni, hogy egyáltalán kijöjjön, meg imádkozni neki. De igen, itt valahogy bele kéne vinni az iskola rendszerben, nevelésbe is azt, hogy szeressék a földet, szeressék a természetet. De nem csak úgy, hogy kimegyek irányba, hát a kertművel is, gondozását, a növények gondozását, ez valamilyen szinten meg kéne tanítani velük. A mi portán környékén egyre sűrűbben lehet látni ebben az időszakban őzeket, illetve őzbakokat. Nem véletlenül, hiszen itt a szezon. Annak érdekében, hogy a laikusok is megértsék, mi is zajlik a természetben mostanában, felkerestünk egy vadásztársaságot. A képen látható trófeák igazán frissek, az idei szezon elejtéseiből valók. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük magát a fogalmat. A szezont. Gyakorlatilag az elején járunk a szezonnak, az őzbakvadászati szezonnak. Április 15-től engedi a jogszabály az őzbaknak a vadászatát, szeptember 30-áig. Itt a mi megyénkben azért az őszi őzbak vadászatnak nincs igazából lehetősége, hagyománya, hiszen augusztusban már készülünk a szarvasbőgésre, szeptemberben már a gímszarvasok násza tart, és a vadgazdálkodóknak talán a legfontosabb vadászati szezonja és bevételi lehetősége. Az őszbak vadászatnak a tradicionális megosztása talán van egy tavaszi szezonja, ez indul ugye április 15-tel, tart májusig, aztán egy picit az őzek mozgása megváltozik, egy kicsit inkább éjszakára tolódik, nem igazán kerülnek szem elé, és az üzekedéskor megváltozik, akkor egy picit felpörög az élet, nappal aktívvá válnak, ugye ez július vége és augusztus eleje. Ezt mondjuk mi az őzeknek az üzekedési időszakának. Gyakorlatilag az őszbak vadászatnak ez a két fő csúcspontja van. De a nász még előttünk van. Így térjünk vissza a jelenlegi időszakra. Ez a tavaszi időpont gyakorlatilag a sikerességet, az eredményességet segíti, hiszen ilyenkor kevés a takarás, kisebb a növényzet még mindenhol, mind a mezőgazdaságban, mind az erdőben. Talán egy kicsit jobban látni, szem elé kerül az ősz, jobban megfigyelhető, nyugodtabb is. Illetve most még az őzre jellemzően teritoriális viselkedésű vadfajról van szó, jobban körbejárja a területét, gyakrabban megjelenik a terület határokat ellenőrizve, területet foglal, a bakok verekednek, ezért a területére elűzik, elhajtják egymást, most állnak be, úgymond szaknyelven. Könnyebb őket megtalálni, könnyebb őket beazonosítani, és eredményesebben lehet rájuk vadásztatni. A felvételeken is látható trófeák mutatják részben azt, mit lehet elmondani a dél-zalai térségről, a minőségről, milyen bakok alkotják a helyi populációt. Elindult az előgazdasági dolgozóknál itt Bajcsán is a őzbakvadászat. Már voltak vadászvendégeink, bérvadászaink, mind magyar, mind külföldi bérvadászok, illetve nálunk a tagoknak is lehetőségük van őzbak elejtésre. Nem a legjobb őzes területhez a Zala megye, illetve akár a mi bajcsai vadászterületünk se. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy megpróbálunk az őzzel észszerűen gazdálkodni, megpróbálunk az őzzel kicsit gazdasági szempontból is jobban gazdálkodni, talán mint a korábbi években tettük. Mit jelent ez?
próbáljuk az őzet etetni, olyan helyre szoktatni, ahol nem okoz jelentős erdőgazdasági kárt, hiszen mezőgazdasági káráról talán az elenyésző szarvaséhoz, disznóéhoz képest, tehát nem érdemes róla beszélni, viszont a friss, fiatal erdősítésekben nagyon jelentős károkozása van az őznek. Ezért megpróbálunk olyan helyeken etetni, olyan helyeken üzetetőket létesíteni, ahol nem veszélyeztet erdőfelújításokat, és ezeken a helyeken válogatva a tarvatból, tehát a sutából, illetve hát a szaporulatból, a gidából megpróbáljuk az életerős, vitális egyedeket meghagyni, kiválogatni, és természetesen egy jó kondíciót biztosítani nekik. Ha jó a kondíció, vélhetően jó az agancsfelrakás, ha jó az agancsfelrakás, akkor itt nálunk Zalába is talán tudunk nagybakokat lőni, ahogy azt az előző évek is már megmutatták. Minden évben esik egy-egy nagybak, minden évben esnek most már érmesbakok. Hál' Isten, el kell mondjuk, hogy az utóbbi években is már volt minden évben aranyérmesbakunk, és ahogy a videi év is mutatja, vannak még várományosaink. Ez idén a tavaszi vadászatban most az eddig előkerült legnagyobb bakunk, de van azért pár érem várományosunk még talán a területen. Várományos bak, és maga a vadászat is egy olyan témakör lehet a mi portánkon belül, és kívül is, ami a kívülállók számára meglehetősen idegen. Célunk az, hogy a tévhiteket eloszlassuk, és egyre több információval szolgáljunk nézőinknek. Tehát akkor elemezzük ki azt, mitől is érem várományos egy trófea. Tehát egyértelműen az avancsnak a tömege, a mérete jelentősebb, mint egy átlagos avancsé, illetve ebbe, ami az érdekességet adja, ami az igazi kuriózumot adja, az a formája. Van az őzavancsnak egy általános formája, egy formavilága. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy áll az avancs egy főágból, van egy szemága, illetve egy hátsó ága. Megmutatva. Egy agancs, egy normál agancson, tehát a szemága, a főága és a hátsó ága. Ha ettől eltérő ágak jelennek meg az agancson, az már valamilyen kis különlegességet jelent, egy kis abnormitást jelent, illetve maga a formája változhat. Tehát az igazi vadászcsemegévé azt teszi, amikor az átlagostól eltérővé válik az agancs. Mint például ezen látjuk, hogy ott a tőrészből kijön plusz egy ág, a hátsó ága osztottá válik, illetve hát ennek az agancsnak az igazi szépségét ez az óriási tömeg adja meg. De az is hozzá tartozik, hogy bár ekkora tömegű agancsról beszélünk itt a mi területünkön, maga a testtömeg miatt, illetve az őzre jellemző fenotípus miatt gyakorlatilag az agancs tömegek, az agancs súlyok, ami az értékét fejezi ki, bevételi értéket a trófeának, jelentősen elmarad mondjuk egy kelet-magyarországi mezei őz típusnak, a fenotípusos őznek az agancs tömegétől. Tehát itt azt lehet mondani, hogy nagyon kedvező áron, nagyon szerencsésen lehet akár nagybakot is lőni. Az iménti percekben szó esett a vadásztársaságok bevételeiről is. Így adja magát a kérdés, létezik-e számukra támogatási lehetőség, mint a más gazdasági vagy akár civil szervezeteknél. Abszolút aktuális a téma, hiszen a tavalyi évben került meghirdetésre egy vadgazdálkodási létrehozó, egy vadgazdálkodási alapot a vadászati kamara, és ebbe lehetőséget adtak a vadgazdálkodóknak pályázati források elérésére, ez legfőképp élő helyfejlesztésre, és az apró vadállománynak a védelmére a ragadozó gyérítésen keresztül. Mi is megpróbáltuk ezt a lehetőséget kihasználni, ahogy előbb is említettem, próbálunk egy kicsit az őzünkre jobban vigyázni, és kicsit észszerűbben gazdálkodni vele. Mi is pályáztunk ezekre a forrásokra, élő helyfejlesztésre, illetve apró vad állományfejlesztésre és ragadozó gyérítésre. Több forrás pályázati lehetőség volt, ebből mi a négy pályázati forrásból, vagy négy pályázati lehetőségből három pályázatot adtunk, mert mind a háromat sikeresnek minősítette az országos kamara.
Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, a mi portánk legközelebb 2 hét múlva várja önöket. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette. A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.